Hivatalos vagyok, oda én is! Nem mennék el, százszor üzennék is! Hivatalos vagyok, oda én is! Nem mennék el, százszor üzennék is! Egy héten keresztül folyamatos programok vannak és bulik minden este, és ki tudják tényleg élni magukat még itt az egyetem utolsó éveibe, fél évébe, és hát hallatszódik is a háttérben, hogy eszméletlen jó hangulat van ezzel a csúcsa, ez a felvonulás ennek az egész rendezvénynek, és tényleg eszméletlen jó az egész. Nagyon szerettem ide járni, igazából annyira, hogy még hosszabbítottam is szerződést az egyetemmel, hogy így fogalmazzak, mert szerintem ez egy nagyon jó iskola. Ez egy nagyon jó hagyományteremtés, vagyis hát nem is teremtés, hanem hagyomány fenntartás. Szerintem nagyon fontos, hogy fenntartsuk ezeket a hagyományainkat, és az Agrárnak nagyon szép ilyen hagyományai vannak, amelyeket érdemes fenntartani. Összehozza az embereket, nagyon jó a program, végigvonulunk az úton, mindenkinek köszönünk, kicsit iszogattunk, mindenki jó kedvű. Én azt gondolom, hogy múltunkban van a jövőnk. Nézve ezeket a ragyogó arcokat, azok a gyerekek, akik minden nap tanulnak, bezártak, igazából ez a két év nagyon megviselte őket, kivirulnak, élvezik, hogy kin lehetnek, és élvezik, hogy elköszönhetnek a várostól. Ez egy olyan fontos gesztus, amelyet a két világháború között kezdődött, aztán 1974-ben indult újra, úgyhogy azóta minden évben sikerül valamilyen módon megtartani. Én is vonultam valamikor 1976-ban, én is élveztem, mai napig megvannak a fényképeim, és visszaemlékszem azokra az időkre, amikor mi fiatalok voltunk. Természetesen az is célja, hogy ez a közösség még erősebb legyen, még jobban összefogjanak, hiszen ma a lobby erő az egy meghatározó mozgatója a társadalomnak, a gazdaságnak, és akik Debrecenbe végeztek, azoknak össze kell fogni, össze kell tartani, és ezt a köldökzsinort soha nem elengedni. Ha akarnak jönni tanulni, tanulnak, hogyha kutatni akarunk együtt, akkor kutatnak, és én azt gondolom, hogy emiatt is fontos, hogy ezek az emlékek örök időkre megőriződve maradjanak.